Na, akkor megpróbálok valami értelmes beköszönőt, aztán majd mondtok valamit. Na, na. Na, mit mondok? Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes YouTube csatornán. És megmutatom, hogy lehet glutén és szójamentesen egy isteni finát, egy isteni nem szezonás fogást elkészíteni. Itt van a tavasz, és megmutatom, hogy hogy lehet egy fantasztikus szezonális receptet. Ja, nem kell túl spirázni, igen. És remélem nektek is hála születik majd a szívetekben. És egyszerűen... Eltaláltam? Itt van a tavasz energiája, érzem, éledeznek a zöldségek a kertben, és egy izgalmas, színes. Ha tetszett, de ha nem, akkor is, kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, lájkoljatok, osztátok meg, barát. 2024 jól indul, egy különlegesen friss és finom étel. Ezt újra kezdjük, jó? Valójában egy egyszerű süteményről beszélünk. A beszélt nem mondjam többször, mert szóismétlés egyes. Húha! Ajjajjaj, AI! AI! Ez itt a Napfényes Vegán Séf recept ajánló hétről hétre vegán recept ajánlója. Ezt elég nehéz így mondani, nem? Ajánlója. Tudod mit? Ezt nem mondom. Mindjárt megnézzük, milyen szaggatóim vannak. És már ne dumáljak annyit, ugye? Igen. Sziasztok! Üdv... Nem baj, addig is hűl az édesburgonya. Itt a csatornán, és ennek kis testvéreként fogom elkészíteni. Nem jó? Túl akarom bonyolítani, igen. Figyelj, ez egy olyan kaja, amely nagyon sok közeli kell. És tudom, hogy csinálod meg mindent, de tényleg csinálod. Nem baj, majd a végére megszárod. Vacsorára vagy ebédre tökéletesen, tökéletesen. Hagyjatok! Most jól vagyok! Jól vagyok, csak össze kell állni a szavaknak. Kezdjem az egészet újra, mindjárt.